Nem tudom, mennyire vagytok tele az étellel, kis kajakóma. Kijöttetek belőle, jó nektek. Ez a helyes válasz, ez a helyes, nem betanult helyes, őszinte válasz. Úgyhogy felfrissítjük magunkat, és eldöntjük azt, hogy oda figyelünk az Istenre, és, és hiszem azt, hogy Isten meg tud minket most is kicsit frissíteni, a testünket és a lelkünket is. Az új szövetség felé nyúlunk most, jó? És keresétek ki velem együtt Márk evangéliumának a 13. fejezetét. Nem, bocsánat, először a Máté 24-et keresétek ki, jó? Máté 24-hez lapozzatok, ami, ami egy nagyon-nagyon erőteljes fejezet arról, mikor Jézus arról beszél, hogy az ő visszajövetele, az hogyan fog kinézni ezen a világon. A felkészülés, elkészülés témáján nem tudjuk megkerülni azt, hogy nem csak a jellemünk, nem csak a testünk, lelkünk, szellemünk, hanem mi magunknak is fel kell készülnünk arra, mi történni fog. És amikor Jézus ott sétál a tanítványokkal Jeruzsálemben, Jézusnak néha voltak furcsa mondatai. Tehát képzeld hogy egyik tanítvány vagy, mentek és mondott Jézusnak, nézd Jézus, micsoda hatalmas, csodálatos épület ez a templom is Mondjuk Jézus nem annyira ürült velük együtt, így ránézett, és azt mondta, hogy nincs ebbe a kőkön, ami nem maradna majd, és hogy itt minden el lesz, és te jóig ég mi jön itt. És ez szó szerint megtörtént Krisztus után 70-ben, amikor feldulták majd Jeruzsálemet, amikor megolvadt az arany, és befolyt a macska köves kő közé, akkor a római katonák még a köveket is felszették, hogy az aranyat megkapják. Úgyhogy kőkövön nem maradt abból, és ekkor tettek fel egy nagyon fontos kérdést egy nagyon-nagyon bölcs kérdést tettek fel a tanítványok, mert azt mondták Jézusnak, hogy ha ez tényleg így lesz, és tényleg itt minden aztán világégés lesz, akkor mi lesz ennek a jele? Honnan tudjuk, hogy ez lesz? Ez egy nagyon okos kérdés, nem? Ahhoz hasonlítom, mikor elmegyek otthonról, és benézek a gyerekszobába, és látom, hogy ilyen akopalipszis van, és minden tényleg szét van turva, és mondom a gyerkőcöknek, hogy figyeltek, mire hazajövök, addig itt legyen rend, jó? és a nagyfia már tudja, hogy bölcsen felteszi a kérdést, apa, mikor jössz? <laughs> és felteszi azt, hogy, mert mondom, hogy me, mikor kérek kb. haza, azt mondja, annak mi lesz a jelen, sötét lesz már. Tehát, hogy tudja azt, hogy mikor van az az idő, amikor már várni kell azt, hogy apa jön hazafele. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon bölcs kérdést tettek fel, a 21. fejezet 3. versétől olvasom. Amikor az olajfák hegyén ült egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték, mondd meg nekünk, mikor következik ez be? Mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt? Jézus így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokkal jönnek majd a nevemben, és azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, háborús hírek fognak keringeni. De ti vigyázzatok! És mielőtt továbbolvasnám, uh, van egyfajta világvége hangulat ma világunkban, nem? És, uh, és teljesen igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy ugyan már olyan sokszor volt már ez. Ha 600-as években éltünk volna, és a keresztény Európából nézzük valami történik az aravilágban, hogy egy Mohamed nevű valaki megjelenik, végigírtja az egész aravilágot, és egy új vallást indít el, zsidó üldöztetéssel, keresztény üldözéssel jár, és azt mondja magáról, hogy én vagyok az a valaki, akiről Jézus megmondta, hogy eljön majd a pártfogó, és mindenre elvezet, én vagyok a pártfogó, akkor azt mondtuk volna, hogy te jó világ, ez a világ végét az Antikrisztus. Hogyha a másik világháborúban éltünk volna, és azt látott, hogy jön egy Adolf Hitler, aki összegyűjti a zsidókat, és öli ők, és hasonló dolgokat csinál, akkor megint azt mondtuk volna jó eséllyel, hogy ő az Antikrisztus, itt a világ vége. Ha Pál-Lapostól korszakában éltél volna, akkor Páltól nagyon sokszor hallottad volna, hogy megvan arról hogy győződve, hogy Jézus visszajövetele napokra van, akár is készen kell lenni, bármikor megtörténhet. Mondhatod, hogy nagyon sokszor ez már volt, nem? ez igaz. De higgyétek el, hogy egyszer igaz lesz. Tehát valamikor egyszer tényleg igaz lesz, hogy azt mondjuk, hogy ez már tényleg az. A személyes meggyőződésem az, ami lehet, hogy nem igaz, de az én személyes meggyőződésem az, hogy látni fogom a legvégét a dolgoknak. Lehet, hogy meg 2000 év múlva idézik, hogy még valami azt mondta 2000-es években, ó, még hol voltak a 4000-es évek akkor, hogy de, még ha tévedek is, ez a meggyőződésem mit eredményez? felkészültséget. Azt eredményezi, hogy készen akarok lenni. És nézzük meg azt, hogy mit mond Jézus azt mondja, hogy igen, lesznek ennek jelei háborúk, igen, mondhatjuk, hogy mindig is voltak háborúk. Jézus azt mondja, ezek sokasodni fognak, sőt, ti hallani fogjátok. Egy nagyon érdekes görög kifejezés használ, ami azt jelenti, hogy hallani fogod a háborúk zaját. Ha van egy telefonod, felmész a TikTokra, kb. élőben észeted, akár az orosz-ukrán konfliktust, akár mi van Tájvánon, látod, hallod, Tudod, hogy mi történik. És Jézus mond itt egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja, tehát háború fogtok majd hallani, háborús híre fognak keringeni, de ti vigyázzatok, hogy ne kerítsen benneteket a félelem a hálójába. Ez egy érdekes magyar fordítás. Azt mondja Jézus, amikor ezeket látni fogjátok, drágáim, kérlek, hogy nagyon vigyázzatok egy valamire mire? Hogy ne féljetek. Ez engem annyira megnyugtatott mostanában ez az igá. Azt mondja Jézus, hogy fogjátok ezt látni, hallani fogjátok, tapasztalni fogjátok, érzékeny, hogy az utolsó idők felé megyünk, de amikor ez történik, egy dologra hat hívjam fel a figyelmeteket, hogy ne féljetek. És én sokáig nem értettem, hogy miért mondja ezt Jézus, hiszen ha ha őszintén olvassuk a Bibliát a jelenések könyvével együtt, akkor, akkor elmondhatjuk, hogy minél tovább élünk, annál csúnyább dolgok fognak történni. Szóval mi reménykedhetnénk abba, hogy mindjárt konszolidálódik minden, és újra csak 200 forint lesz a benzin, és újra élhetjük a régi önző életünket, kizsákmányolva az embereket, meg a természetet, tehát mindent. Milyen jó lenne végre úgy élni, mint régen. De ahogy olvasom a Bibliát, én azt látom, hogy nem egyre könnyebb idők jönnek, hanem egyre nehezebb idők jönnek. És ez nem biztos, hogy az, amit kívánnék magamnak, nem? Nemrég gyerekbemutatás volt múlt vasárnap nálunk, és azt a mondatot idéztem a kedves párnak, hogy ki akar gyereket szülni ebben a világban, nem? Hát már elkéstegezem, mert meg megszülték, de hogy, de hogy ez van, nem? Ki akar még ide gyereket szülni? Gondolhatnánk, ha csak emberileg nézzük ezt a világot. De, de mi, mi egy kicsit tovább látunk. Hát nektek egy példát arra, hogy én most hogyan érzem az utolsó időket, ami engem nagyon-nagyon megnyugtatott. Képzeld el azt, hogy nem tudom, 50-60 száz évvel ezelőtt élünk, és uh, megházasodtál, meg volt a házasságod, de másnap indult a világháború, behívták a, a, férjedet, vagy nyilván a feleségedet, vagy, nem, vagy behívtak téged, jó? Tehát, hogy valamiket. De hogy a lényeg az, hogy elszakadtatok egymástól, és, és eltelt, nem tudom, 4-5-6-7-8 év, úgyhogy nem találkoztatok és aztán kapod a levelet, eljut hozzád, hogy végre jön a nagy találkozás. És mondjuk tegyük fel, hogy kimész a keletibe, még ilyen gőzmozzonyok vannak, még ilyen nagyon-nagyon fullos minden, és ilyen kis romantikus képet képzelő kint vagy a keletibe, és tudod azt, hogy a következő gőzmozzony, ami jön, az hozza a feleségedet. Tudod, hogy mivel jár az, hogy jön egy gőzmozzony? Nagyon nagy füstel fog járni csikorogni fognak a kerekei, büdös lesz, csomó ember fog jönni. Jön. Nagyon sok olyan jele lesz a gőzmozony érkezésének, meghúzza a vonat sípot, vagy mit, és fájni fog a füled, meg minden. De mit fogsz belül érezni, mikor látod a füstöt, hallod a sípot, büdös gőz jön be, mit fogsz érezni belül? Jön az éném, az én szerelmem, jön a nőm, jön a feleségem, és, és igen, látni fogod még a füstöt, látni fogod azt, hogy csikorog a kerék, látni fogod ezeket a dolgokat, de azon benned, hogy végre, végre, el se hiszem, megjött. És engem ez akkor lepett meg, amikor Jézus a Lukácsban arról beszél, ugyanezt ezt a témát hozta elő, csak egy kicsit máshogy írja le Lukács, kicsit még kibővítve azt hogy amikor Jézus azt mondja, hogy amikor látjátok majd azt, hogy zúg a tenger is, morajlik. Ez általában a népmozgásoknak a jel a Bibliában. És amikor látjátok, hogy mind ezek elkezdődnek, és egy olyan korban élünk, amikor azt látjuk, hogy népmozgások vannak, gondolj akármire az elmúlt pár év az összes eseményre, ami körülöttünk zajlik. Azt mondja Jézus, amikor látjátok, hogy ezek elkezdődnek, ti zárkózzatok be, bújjatok el, mert jaj nektek, zárjátok be nagyon a gyüli ajtót, hogy a kis szent mag valahogy bepréselje magát, és konzerváljátok magatokat, hogy a gonosz csúnya világ ne jön, jobb. nem ezt mondja. Jézus azt mondja, amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. És tudjátok, amikor ezt, ezt, amikor Isten meglátogatott egyik reggel, mikor pont elindult az orosz-ukrán dolog, pont egy csomó minden kör, és azt mondom, Istenem, te mi jön? És elkezdtem félni, hogy mi jön, milyen világ jön. Néztem a három gyerkőc, mert ott alszik mellettem, mi jön, mi, 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 és akkor azt mondta az úr, tudod, Bali, emelt fel a fejed, egyenes egy ki, közeledik a megváltásod. És akkor rájöttem, hogy te jó ég, akkor itt nem is erről van szó. Nem arról van szó, hogy félnem nem is retteg, nem kemerte jó ég, milyen szankciók jönnek, milyen új kormányinfó, mit fognak majd bejelenteni hanem azt mondhatom, hogy az, akit mindennél jobban szeretek, az jön visszaértünk. És innentől kezdve már más, hogy kezdi az ember érezni az utolsó időket, nem? Innentől kezdve már egész máshogy szól ez a történet. Azt mondta C.S. Lewis, hogy amikor képzeljél egy kisgyereket, egy általános iskolás gyerkőcöt, ahogy bent ül a nyár előtti utolsó tanítási nap a suliba. Képzeld el magad, oké, okay? visszamész az időbe. Ott ülsz, már mozog a feneked, már elképzelted, hogy hol fogsz egész nyáron horgászni, pecsázni, kivel mekkorákat fogtok biciklizni, mekkora foci parti lesz kint az utcán, és még így vagy, még tart az óra, még tart a nap. De azt mondta C.S. Lewis, hogy a gyerek már tudja, hogy még nem szólalt meg a csengő, de már ő érzi a nyarat magában. Még nem szól a csengő, de ő már érzi. És azt mondja, képes erre egy gyerek. Azt mondja, nem vagy akkor arra képes, hogy érez az, hogy még nem jött vissza az Úr, de én már érzem, én már érzem azt, hogy itt van a kertek alatt, és bármikor tudom azt, hogy még nem szólalt meg a csengő, még nem jött a trombita, még nem szól a harsona, de tudom azt, hogy mindjárt az Úrral leszek, és az mindennél jobb lesz. Hadd mondjam el nektek egy, egy személyes bizonyságot, mert nekem nagyon sokat jelentett gyerekként. Nagymamám, amikor haldoklott, a mi házunkban volt, és az utolsó időszakban már nem volt magánál eszméletlen, volt végig, csak feküdt, anyukám volt mellette. És képzétek el, az egyik reggel hajnalba, nagymamám felül az ágyon, anyukám gyorsan, oda megy hozzá, mama, mi van, mi újság? És a mama elkezdett énekelni egy régi ébredési éneket. És anyukám nézi rá, hogy mama, jó vagy? Este van, mi, mi történik? Hozzak valamit? És a mamám utolsó mondata a földön ennyi volt, hogy te tényleg még csak nem is hallod. És kérdez, mama, mit nem hallunk? Hát mindenki alszik tényleg nem hallod az angyalokat? És a mamám hátradőlt is meghalt. Amikor egy ilyenbe belelátsz, akkor megérted azt, amit Pál mond, hogy írja a gyülekezetnek, hogy tudjátok, belepillantottam egy kicsit a mennynek a dicsőségébe, és nagyon vívódok. Mert titeket amúgy szeretlek, ne értsétek félre, de ott sokkal jobb lenne nekem, mint veletek. De azt mondja, mivel még tudom, hogyha itt maradok, ez azt jelenti, hogy dolgozhatok közöttetek is eredményes munka, ezért tudom azt, hogy még az úr dolgozni fog, de nagyon vívódok hogy melyiket választanám. Szóval, amit szeretnék most egy kicsit, hogy itt a mostani blogba egy kicsit megnézzünk, az az, hogy az első gyülekezet, az új szövetségi gyülekezet hogyan tekintett Jézus visszajövetelér, és hogyan tekintett a mennyre. Nekünk nagyon sokszor az a bajunk, legalábbis nekem, hogy, hogy mindig ezen a földön gondolkodok, és néha itt valahol a hátsó agylebenyem mögött van egy információm, hogy amúgy majd lesz egy örök élet fenn a mennybe. De most annyira fontos minden, ami itt történik, az első gyülekezet meg úgy gondolkodott, te jó világ, ott van a mennyországnak minden kincse, dicsősége. És tudjuk azt, hogy még itt élünk ezen a földön, de már fél lábbal abban élünk. Ezért olvashatsz olyan, olyan új szövetségi mondatokat, hogy vagyonotok elkobzását örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek maradandó kincsetek van a mennybe. Képzeld el azt, hogyha azt mondanám, hogy jött egy ilyen infóm egy, egy benfentestől, hogy nem sokára megszűnik a forint. Nem, ne, ez nem igaz. Jó, csak mondom? Nem, hogy valaki most kiszaladjon hirtelen. De meg fog szűnni a forint. És amit van forintba, az el fog értéktelenedni. Semmit, egy fagyit nem fogsz tudni venni milliárd forintból se. Ha tudnád, hogy ez meg fog történni, mit csinálnál a pénzedből? Beváltanád mennyit Mondjuk azt, hogy szinte az összeset, mennyit tartanál meg max. forintba? Egy fagyira van ott, ami arra kell, hogy kimész a kisboltba, és veszel magadnak egy, nem tudom, egy innivalót, vagy egy tejet, jó? Tehát annyit megtartanál, ami muszáj, de minden mást átmentenél. Jézus erről beszél, nem a forintról, de azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket itt a földön, ahol a moly megrágja, a tolval ellopja, gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol nem lesz tolvaj, nem lesz moly, nem lesz rozsda, mert ahol a te kincsed van, ott van a te szíved is. Ez engem nagyon megérintett Jézusnak ez a tanítás. Azt mondja, hogy a szív és a kincs össze van kötve. Ez a kettő nem tudod elválasztani. Ahol a te kincsed van, az oda húzza magához a szívedet. És hogyha megértjük ezt, hogy, Igazából, ami számít, az az örökkévalóság. Hogyha megértem azt, hogy mivel az örökké fog tartani, és az hosszabb, mint ez a néhány évem a Földön, ezért az örökkévalóság szempontjából kezded el nézni a dolgokat, akkor mindent máshogy fogsz látni ezen a Földön. Egyszer Gyülibe behoztunk egy végtelen hosszúságú kötelet, vagyis csak eltűnt a kötél ki a függönyünk mögött, de úgy tűnt, mintha végtelen lenne, és a kötélnek a legvégén volt egy karabiner. És azt mondtuk a tesóknak, hogy ez a karabiner, ez a föld életed, nem? Ennyi. Ez a kis pici valami a végén. Mérhetetlenül fontos, mert itt dől el, hogy hova akasztod be. De utána jön egy egész végtelen kötél. És amiről itt Jézus beszél, arról beszél, hogy drágáim, először is kérlek hogy ne féljetek majd, akkor, mikor ez mindenki ez történni. Kicsit, ahogy a Biblia is hasonlítja ezt a vajúdáshoz, mert azt mondja, hogy ez csak a vajúdás kénye kezdete. Három szülést néztem végig, amire emlékszek. Az első az a enyém volt, de arra nem emlékszek, hál' Istennek. De háromszor ültem a feleségem mellett. Sok, sok, mindent megértettem az életből. Az egyik az, hogy szerintem az fáj. De, erre rájöttem férfiként, hogy ez úgy néz ki, hogy fáj. A másik, amit megértettem, hogy Isten mérhetetlen bölcs volt, hogy ezt nem a férfiakra vissza. Halleluja, erre tudunk mondani egy áment. De a harmadik az az, hogy látod annak a jeleit, amikor, amikor baba fog születni. Ezt látod, ugye? Sok jele van. Uh, nagyon óvatosan fogalmazok a jelekkel. Szóval, ha valakinél csak azt látod, hogy, hogy valakinek nagy a pocakja. Futottunk már bele csúnya helyzetekbe, mikor a kis megkérdezte valakitől, hogy né, ez a néni ugye babát vár, mikor fog megszületni? És akkor jött a nagyon kínos csönd és nagyon kínos pillanatok, hogy a néni nem vár babát, és nem esett neki jól ez a mondat. Tehát megértsük azt, hogy csupán az, hogy valakinek nagy a hasa, ez még nem jelenti azt, hogy abból baba lesz. Sok jele van annak, hogyha egy nő áldott állapotban van. Uh, tudom azt, hogy amikor a feleségem teres volt, akkor mindig a hajnal kellős közepén kívánt meg valamit, ami nincs otthon. Tudom azt, hogy az érzelmi világunk az, az tragédia volt, tehát egyszer nevettünk, egyszer sírtunk, és ezt mindig változtattuk. Rengeteg jele volt ennek, uh, és amikor ezek a jelek mind-mind egyszerre szóltak, akkor nem kellett egy, egy, egy tesztet elvégezni, tudtuk, hogy ebből baba lesz, mert minden összejött. És aztán az a pocok elkezdett növekedni. És Jézus, amit felsorol, nagyon sok jelet. Ha azt mondanád háború, hát mindig is volt háború, igen. Aztán azt mondja Jézus, hogy éhénység mindig is volt éhénység, igen. Szeretetlenség mindig is volt ilyen. És aztán azt látod, hogy ezek elkezdenek mind összeadódni, és azt mondja Jézus, hogy amikor viszont majd az egész világon hirdettetik ez az örömhír, akkor jön el a vég. Nemrég gyűlünkbe bizonyságot tett egy barátom, egy magyar srác, egy egyszerű magyar srác, és Isten arra hívta el, hogy menjen el a magyarabok közé. Egy olyan térségbe, Szudánba, ahol nem nagyon jártak még keresztények. Fordítsa le nekik az új szövetséget. És ez a sász, tudjátok, mit mondott? Hogy megyek. És ő most ott van. És nekik fordítja le az új szövetséget. És rengeteg ilyen barátom van, akik éppen olyan térségbe dolgoznak most, és fordítják le a János evangéliumot, vagy az egész új szövetséget már, ahol eddig még nem volt új szövetség. És kezd körbérni ez az egész, és azt mondta Jézus, mikor ez megtörténik, akkor kélek, figyeljetek, mert akkor jön el a vég. És mit jelent ez nekünk? Mert hogy az a témánk, hogy felkészülés, elkészülés. Uh, azt kell most csináljuk, hogy üljünk fel mi is egy hegytetőre, rágjuk a körmünket, hogy Jézus mikor jön vissza. Hadd hozzak nektek egy példát, ami nekem nagyon sokat jelentett. Uh, már talán érzitek, hogy mindig példákba gondolkodok, az én nagyam csak így működik, de, de hát, ha nektek is segít ez a példa. Képzeld el, hogy elmegyek otthonról, és megmondom mondjuk a gyerekeknek, hogy, hogy srácok, uh, este fogok csak hazajönni, kérnék tőletek egy nagyon fontos dolgot, csináljátok apának, mire hazajön, finom csirkemelből rántott húst. Oké, okay. ennyit kérek csak tőletek. Jó, oké, okay, apa. És elmondom, hogy este jövök, kint már sötét lesz, már felkapcsolódnak majd a kinti lámpák, a közvilágítás, és, 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 és lesz néhány jele. Oké, okay amit nem szeretnék látni, mikor hazajövök, az az, hogy mind a három gyermekem kindul az ablakba, és azt mondják, megjött apa, tudtuk, hogy meg fogsz jönni, és bemegyek, és kérdezem, hogy na szuper, vártatok, körülök. Hol van a csirke már rántott hús? Ezt nem szeretném tőlük látni. Hogy ők azt mondják, hogy hát igazából mi csak, mi csak nagyon vártunk téged, apa. Annyira vártunk téged, mert láttuk, hogy sötét van, láttuk, hogy mennek kint a lámpák, vártunk téged. Sőt, énekeltük, hogy mi várjuk az édesapát, mikor jön, mi várjuk az édesapát, mikor jön. Ezt nem szeretném látni tőlük, mert nem azt kértem, hogy várjanak az ablakban. Azt kértem tőlük, hogy mikor hazajövök, akkor inkább arra érkezzek be, hogy nyomom a csengőt, nem, nem, nem jön neki. Kopogok, nem nyílik ki az ajtó. Bemászok az ablakon, és azt látom, hogy ilyen füstfelhő a konyhában mind a hárman, nagyon benne vannak, nem hallották a kopogásomat, annyira sütik, sőt, azt mondták, hogy ez nem elég, csináljunk apának palacsintát is, és csinálják, csinálják, és bemegyek, és így, hello, sziasztok, Ó, apa, megjöttél, ú, már sejtettük, hogy nem leszel messze, mert kicsit kinéztünk, láttuk, hogy sötét van, de nagyon-nagyon pörögtünk, mert tudtuk azt, hogy megkérted, hogy csináljunk valamit. Ezt szeretném látni. És amikor Jézus arról beszél, hogy ő vissza fog jönni, akkor hihetetlen mennyiségű példázatot mond arról, aminek mind ugyanaz az értelme és jelentése. Boldog az a szolga, akit az Ura munkába talál, amikor megjön. Meggyőződésem, hogy az egyháznak nem az a dolga, hogy tudja, hogy Jézus vissza fog jönni. Tudni az, az egy dolog. Jézus azt mondta, boldog az a szolga. Nem az a, nem az a boldog szolga, aki tudja, hogy visszajön az Ura. És mondjuk, hogy én tudtam, én tudtam, hogy visszajössz Jézus. Hanem azt mondja Jézus, boldog az a szolga, akit az Ura munkába talál, amikor visszajön. Munkában lenni, felkészülten, benne lenni valamiben. Ez egy nagyon nagy üzenet, legalábbis nekem nagyon nagy üzenet volt hogy lehet, hogy elnézem Jézus visszajövetelét. Én a fejemben nagyjából kis, kiszámoltam, kisaccoltam, mikor fog megjönni, de sosem fogok róla publikálni, mert nyilván ezer ember már csinálta. Nekem van egy szám a fejemben, azt mondta Jézus, hogy sem a napját, sem az óráját. Én reménykedtem, hogy hát az évét ki lehetne számolni. Annak, mikor Jézus visszajön, nagyon kicsi esélyt látok, hogy pont akkor fog visszajönni, de hát ha. De nem azt kérte, hogy számolgassam. Ha ki lehetne számolni, valószínűleg a fiú kiszámolta volna, de azt mondta, csak az atya tudja. Amit kért tőlem az az, hogy Bani, szeretnék rád bízni valamit, hogy csinálj, amíg jövök. És azt mondta Jézus, hogy kicsit bízok rád, hogy ezután sokra bízhassalak. Amikor én megtértem és újjá születtem, akkor én, én eldöntöttem, hogy én nagyon akarok szolgálni az Istennek. Nagyon pici gyűlőben nőttem fel, és kerestem a nagyon szellemi mély szolgálatokat, és megnyertem magamnak egy teljes területet. Én lettem a gyülekezet hivatalos fűnyírója. Szóval ez annyit jelentett, hogy minden héten nyíradtam a füvet, amiből nagyon sok volt. És emlékszek, hogy ott bosszankodtam magamon, hogy Úr Jézus, én, én, nem erre gondoltam, amikor szerződtem, de hát én azt hittem, hogy nagyon, nagyon szellemi dolgot fogsz rám bízni, és azt bízták rám, hogy toljam ezt a fűnyírót egész nap. És semmi nem láttam. De aztán Isten mondta nekem, hogy Barni, 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 legyél ezen hűséges. Csináld ezt most hűségesen. Oké, okay, oké. Okay. Aztán előléptettek. Én lettem a gyülekezet hivatalos hangmérnöke. Ez azt jelentette, hogy volt egy ekkora keverőpultunk, amin volt egy darab mutegomb. <laughs> azt kellett benyomjam, amikor elkezdődött az alkalom, és kinyomjam, amikor vége volt. De a hangmérnöknek érezhettem magam, és akkor is azt mondtam, Úr Jézus, most komolyan? Tehát, hogy te mindjárt visszajössz, meg világ és meg minden... én meg nyomogatom a mutegombot, <laughs> hogy ennél csak van valami több. És ő azt mondta, nem, legyél hűséges ezen most, amit rád bíztam. És aztán egy gyűlibe szolgáltunk fel már a feleségemmel, és azt mondta a pásztor, aki ott vezette a gyűlit, hogy Bani, ide itt vagytok, szeretnénk rád bízni az ifit. az egész ifit. Mondom, az hogy néz ki? Hát, most azon, hogy most van egy darab fiatal az ifibe, <laughs> de őt rád bíznánk. És hű, Anna, micsoda ifi munkás leszek. És akkor elkezdtem azzal az egy darab srácsal foglalkozni. Aki egy zseniális gyerek volt, nagyon-nagyon bírtam a fejét. Uh, annyit elmondok róla, hogy néhány hónap múlva elárulta nekünk, hogy őt nem is úgy hívják, hogy eddig hívtuk, mert ő csak bejött az utcáról, és nem akart elmondani az igazi nevét, miután bemerítkezett meg már szolgált a dicsőítő csapatba. Úgy érez, hogy el kéne árulja, hogy őt nem is így hívják. Szóval egy zseniális srác volt a nyolc kerben. De aztán mondtuk, Istenem, tényleg? Tényleg csak ennyi, nincs, nincs valami több. És aztán Isten azt mondta, hogy oké, akkor most többre bízlak ezután. De hogy nézett ki? Úgy nézett ki, hogy adott valami kis apróságot, és azt mondta, szeretném megnézni, mit csinálsz vele. Szeretnék dolgozni rajtad. És egy érdekes dolog, akárhányszor beszél az új szövetség a lelki ajándékokról, mindig beszél mellette valami nagyon fontosról, az agapéról. Ez nekem döbbenetes volt látni. Négy helyen a Biblia nagyon konkrétan beszél az ajándékokról. Minden négy helyen, vagy előtte, vagy utána közvetlenül az agapéról olvasol. Korintus 12, 14 ben nagyon előveszi Pál az ajándékokat, és mi van a 13-ban? A szeretet himnusz, az agapi. És ha vannak csúnya dolgok az egyház történelemben, az az, amikor valaki egy nagy ajándékot használt úgy, hogy nem volt nagy szeretet benne, és visszaélt vele. Képzeld el ezt úgy, mint egy nagy tartó és rárakod az ajándékot, ami egy nagy gyertya, de mi van akkor, amikor az eldől? Akkor ahelyett, hogy világítana lehet, hogy épp felég egy ház, és ezért azt mondja az Úr, hogy én szeretnék foglalkozni veled, felkészíteni téged, mielőtt rád bízok valamit, amit most még nem bírnál el. Amikor megtértem, elkezdtem a szolgálni a suliban is, meg az ifjúban is, és azt éreztem, van az az időszak, tudod, mikor valamit csinálsz, és azt érzed, hogy hát most hát azért vagy valaki, nem, most már te ügyes vagy, meg ilyen, meg olyan vagy, és uh, kaptam Istentől egy álmot, ezt hadd meg veletek. Nekem ez nagyon kellett akkor hajam. Annyit álmodtam mindössze, hogy egy torony tetejébe voltam. És állt mellettem amik kis fényes alak, nem tudom mi lehetett, nem emlékszek rá tisztán, de annyit mondott, hogy Barni, nézz át a másik toronyba, mert látnod kell, ami ott történik. Átnéztem a másik toronyba, és ott volt egy srác, egy fiatal srác, akinek egy fákja volt a kezébe, és az volt az ő feladat, hogy tartsa ezt a fákját, hogy az emberek oda találjanak. És azt mondta ez a hang, hogy nézz, hogy mi fog történni, mert ezért látod. A srác fogta, és leengedte a fákját, és elkezdte magát kivilágítani vele. Abban a pillanatban elaludt a fájkés, és a srác leesett a toronyból. És akkor jött az az ige, hogy Isten az alázatosoknak ellenáll. És aki magát megalázza, az felmagasztalja. Ja, Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Nem mindegy, köszönöm. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. És nem tudom, hogy hogy vagy most éppen a szolgálatoddal. Lehet, hogy éppen keresed. Lehet, hogy éppen azt gondolod, hogy te vagy a valaki, Istennek a nagy embere. A Müller Györgynek, mikor egyszer valaki azt mondta, hogy Müller György magának mekkora hite van, akkor azt mondta a Gyuri bácsi egyszerűen, nem, mekkora Istenem van. Mert azt mondta, hogy Istennek nem nagy emberei, hanem a nagy Istennek vannak kis emberei. És amikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy így rakja Isten össze az egységet, a gyülekezetet. Hogy nincsen senki, akinek minden meg lenne. Mert azt mondja, neked szükséged van a másikra. És neki meg szüksége van rád. Mert így tetszett az Istennek, hogy összekössze a testet. És azt mondja Pál, hogy vannak, igen, a testnek különböző testrészei. Korintus 12-t végigolvasod arról beszél Pál, hogy vannak látványosabb testrészek. Az egyik ilyen, a másik olyan. De azt mondja, nem mondja az a láb, vagy a kéz, vagy a szem, hogy én nem vagyok olyan, mint a másik. És lehet, hogy vágysz arra, hogy valami nagyon látványos dolgot csinálj az Istenért de csak gondolj bele abba, hogy lehet, hogy bejöttél a táborba, és megdicsérték, hogy milyen szép most a hajad, nagyon szép, milyen szép most a hajad, nem, a szakállad, mert ez egy látványos dolog. De nem tudom, hogy áron mikor dicsértél meg utoljára hasnyálmirigyedet. Milyen szép ma a hasnyálmirigyed, nagyon jól állsz, nem, voltál hasnyálmirigyed, vagy nem tudom, soha nem dicsérjük meg a másikat, pedig higgyétek el, hogy valamik valamikkel baj lenne, akkor szerintem inkább azt válaszolna Áron, hogy a hajával legyen baj, mint a hasnyálmirigyel. Nem látszik, de, de minden azon múlik néha. És azt mondja az Isten, hogy ő ezt megalkotta a saját tetszésére. A lélek, Istennek lelke szelleme osztogatja az ajándékokat úgy, mint ahogy ő akarja. És hidd el azt, hogy akar neked is adni valamit, amire azt mondja, hogy nézd, az Úr úgy alkotott meg téged. Úgy talált ki téged hogy ebbe szolgálhass. Hogy amikor ezt csinálod, az neked is jó, meg azoknak is, akik felé csinálod. És higgyétek el, hogy ez nem egy egyik napról a másikra. Óvastam egy statisztikát arról, hogy egy, átlag, egy gyülekezetben, egy nagy gyülekezetben felmérték, hogy ott átlagosan az emberek hetedik alkalommal találták meg a saját szolgálatukat. Ez azt jelenti, hogy hatot kipróbált, ami nem az övé volt. Hatszor kellett azt mondja, vagy mondták neki, hogy figyelj tesó, nem biztos, Engedd el, igen, engedd el ezt a dolgot. De meglet a hetedik, amire azt mondta, hogy na ez, ez én vagyok, amire Isten engem elhívott és alkotott. És hadd bátorítsalak ma arra, hogy, hogy amikor várod vissza Jézus, mert várjuk vissza őt, erről szól az életünk, akkor döntsd el azt, hogy benne akarok lenni abba a munkába, amire engem Isten elhívott. És engedd azt, hogy Isten megmutassa neked ezt. Nagyon fontos. hogyha idehoznék nektek egy fura találmányt. Találgathatnánk, hogy mi az a találmány. Nem? De a feltaláló el tudná mondani, nem, 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 nagyon messze vagytok. És semmi köze Ez a gép arra való, hogy. Ez a kábele azért megy itt, mert. Mert ő talált. ki. És Isten, a te alkotód az, aki el tudja mondani, hogy drágám, téged azért alkottalak így, mert te idei lesz. Ha már raktál ki nagy kirakót, én gyűlölöm a kirakókat négy darab kirakút szeretek minden kirakúból a négy sarkot. Mert azokat tudom, hogy az valahol ott a sarokban lesz, de utána, hogy melyik hova való engem, azok kiborítanak. De csak gondolj bele, mennyiféle különböző van, nem? Van, amik minden, minden négy oldalra valahogy kapcsolódik. Van, amik, van, amíg csak két oldalra sarok. Nem egyformák, de mindegy, ha megvan a helye. Nélkülözhetetlen helye. És hadd bátorítsalak ma arra, hogy eldöntöd, hogy igen, amire engem az Isten alkotott, ott akarok lenni. És egy fontos dolog, amit nekem kellett helyre raknom, hogy a szolgálat alatt nem vasárnap 10 és 11.30, és nem szombat 5 és 6.30 között gondolkodunk. A szolgálat az az életed. Amikor csinálod a dolgokat, amikor megéled a hitedet a munkahelyeden, ahogyan, ahogyan, megéled a hitedet egy bevásárlás közben. Egyszer elmentünk az osomba, nagyon, nagyon későn a kisfiammal, ki voltam, fájt a fejem, minden, csak menjünk már túl, legyünk túl ezen, vásároljunk be gyorsan és láttam, hogy egy olyan kasszába álltunk, ahol valószínűleg egy lány volt, aki első nap dolgozhatott ott, de ahogy láttam, hogy hogy dolgozik, utolsó nap is dolgozik ott. A lány is sírt, mindenki üvöltözött vele, fú, nagyon-nagyon tragédia volt. Nézem, hogy tudnék átmenni, nem tudok beszorult, amit kell maradjak. És hogy mentünk oda, és én azon bosszogottam, hogy Istenem, miért nem őrizzél meg engem ettől a sortól, mikor fogok hazaérni. És odaértünk a lányhoz, a kisfiam, aki ilyen két és fél éves volt, ránézett, és annyit mondott neki, hogy nincsen semmi baj. Nyugodj meg. Itt vagyunk, nincsen semmi baj, nem kell sírni. És akkor így megálltam, hogy te jó ég, hát nem ezt kellett volna csináljam. Nem lehet, hogy pont ezért a lányért vagyunk ma itt. Kit érdekel a bevásárlás, meg az osson, meg hogy mikor érek haza? Nem lehet, hogy pont itt kell volna szolgálni egy lány felé. És azt, amikor rájössz arra, hogy a szolgálat az nem feltétlenül az imaház épületébe történik. Hadd mondjak nektek el egy történetet, ami nekem nagyon-nagyon sokat adott. Uh, John Wesley és Charles Wesley életéről mindig sokat hallottam, meg olvastam, és nagyon-nagyon tetszett az az ébredés, amiben ők bennek voltak, az a sok száz ének, amit írtak. És én mindig azt gondoltam, hogy ők ilyen kis csoda gyerekek, ilyen véletlenül így sikerültek, és Isten meg kiválasztotta őket, és akkor tök jó. Nemrég olvastam egy könyvet az anyukájukról. Uh, teljesen megsemmisített, amit elolvastam. 1700-as évekről beszélünk. Az anyuka úgy, uh, úgy nevelte fel a gyermekét, most nem emlékszek a pontos számra, de talán 17 vagy 15 gyerek született, ebből 8 nőtt fel, tehát nagyon sok gyereket elvesztettek, nagyon fájdalmas időszakok voltak ezek. Kétszer égett le a házuk, egyszer úgy leégett, hogy két évig nem tudtak visszaköltözni bele. Az összes gyereket az anyuka valami rokonnál vagy barátnál próbálta eltenni két éven keresztül, és minden egyes nap is héten írt minden egyes gyerekének egy levelet hogy mi van veletek, a nagyon hiányoztuk anyának, és a többi, és a többi. Egy olyan férje lett ennek a nőnek, az édesanyának, aki egy lelkész volt, de az egész életét abba fektette bele, hogy jobb könyvét tanulmányozza, és mindig elvonult, soha az életben nem volt otthon, hogy megírja jobb könyvének a tanulmányát. Azt a tanulmányt, amit senki nem olvasott el, és aki viszont elolvasott, azt mondta, hogy jobb lett volna nem elolvasni. Viszont azzal, hogy egész életét ebbe fektette, jobb szenvedéseit okozta saját családjának. Szóval ott van egy nő, aki azt mondhatná, hogy van egy férjem, aki nincs. Van egy lelkész férjem, aki nincs itthon, nem foglalkozik velünk egész nap, sopánkodhatnék, panackodhatnék. Nem tudok szolgálni, ide vagyok kötve a nyolc gyerekhez, mihez kezdjek. És ez a nő hozott egy döntést, és azt mondta, oké, okay. azt mondta Istennek, tőled kaptam ezeket a gyerekeket. Nem tudok elmenni, nem tudok elutazni más országokba, hogy, hogy misszionárus legyek. Akkor kössünk egy alkot nem Mit szólsz ahhoz, hogy a megdicsőítelek bennük? Hozott egy új rendszert ez a nő. Azt mondta, hogy oké, okay, akkor én ezekkel a gyerekekkel foglalkozni fogok. Mindegyik gyereke megtanult latinul, görögül és angolul 1702-ben, amikor a lányok nem jártak iskolába. Mindegyik gyereke elképesztő sikeres lett utána az életében. És azt mondta az anyuka, oké okay, srácok, figyeljetek, két dolgot fogunk csinálni minden egyes nap valamelyik kötök két órán keresztül fog az ölembe ülni. Forgó rendszerbe. Túl sokan vagytok, nem, nem, egy hét, tehát kell egy idő, menjen a rendszer, de minden egyes nap, amikor rád kerül a sor, beülsz anyaülébe, kiülünk a udvarra, és két órán keresztül beszélgetünk, hogy hogy vagy, mi van veled, mit éltél át, mit tudsz az Istenről, hogy vagy vele, két óra. Kötelezően. És minden egyes nap, amikor magamra húzom a konyhai kendőmet, ha csak nem haldoklik valaki, nem merjetek hozzám szólni. És ez az anyuka minden egyes reggel elvonult a konyhába, egy nagyon pici házban éltek mindenki, bevonult a konyhába, leült a kupé és a gyerek üvöltés közepére, magára húzta a kendőt, és órákon keresztül imádkozott minden egyes gyerekéért. Aztán, amikor eljártak a helyi gyülekezetbe, és semmi élet nem volt ott, azt mondta a gyerekének, tudjátok mit? Elmegyünk reggel a gyülekezetbe, de délután anya elmesél nektek a történetet, jó? A saját szavaimmal, hogy megértsétek. Rövidesen az egyház vezetéstől levelet kapott ez a nő, ami felszólították, hogy hagyja abba ezt a lázadó tevékenységét, mert délután már több mint 200 ember gyűlt össze, hogy hallgassa az édesanyjának a Biblia magyarázatát. És amikor a férje is egy levelet írt neki, mert az egyház is megkérte a férjét, hogy írja már a feleségének, hogy hagyja abba, tönkre a gyülekezet, senki nem jár délelőtt. Akkor annyit írt ez a nő, hogy én nem vagyok egy nagy szolgáló. Én nem értek semmihez. De Istentől kaptam ezt a néhány gyereket is, megdicsőítem a nevét bennük. Semmi rosszat nem akarok csinálni. És akkor utána elkezdtem megérteni, hogy miért lett az egyik fiúból egy Charles Wesley, miért lett a másikból egy John Wesley, mert volt egy édesanyja, aki azt mondta, hogy minden, minden, rossz. Rossz a házasságom, rossz a férjem, rossz ez, rossz ez, de elhiszem, hogy valahogyan meg tudom dicsőíteni az Isten nevét ebben a helyzetben. És soha az életemben nem fogom elhagyni ezt a falut, de az Isten fogom szolgálni. És akkor megértettem azt, hogy lehet, családot úgy nevelni, hogy a szolgálat legyen. Lehet úgy mosogatni, lehet úgy pelenkát cserélni, hogy Isten megdicsőjön benne. Lehet úgy élni az életedet, hogy azt mondod, hogy Uram, bármit, amit teszek, azt én miattad teszem. Múdi, amikor megtért, még azzal foglalkozott gyerekként, hogy cipőket pucoljon. Hamar kirúgták, tudod miért? Mert eldöntötte azt, hogy minden cipőt úgy fogok megpucolni, mintha Jézusé lenne. Elképesztő alapos volt, és miután órák hosszat csinált, és egymás után tértek meg az emberek. Azt mondta a főnök, hogy ez így nem lesz jó, fiam, ki vagy rúgva? Aztán azt mondta a könyvében, oké, bármit kell csináljak. Ha utcaseprő leszek, úgy fogom felsepelni, mintha Jézus vonulna be rajta, hogy megdicsőjön abban, amit csinálok. Isten valamire téged elhívott. Valahol ott van a helyed. És nem tudom azt, hogy a helyed nem vagy-e, vagy sem. Ezt te tudod, ezt az úrral te tudod megbeszélni ma de ő szeretne téged a helyen látni. Ő szeretné azt, hogy te ott vagy, és tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy Isten mindig olyan dolgokba helyez minket, amik mindig olyan kabátokat is, és zakót adna nekünk, ami nagyobb néhány száma, mint mi. De mindig belenövünk, ez van a legjobb. Amire elhív, arra felkészít, arra alkalmassá tesz. És meg fogod látni azt, hogy ahova Isten elhív téged, ott mindent ki fog neked rendelni. Mindenről gondoskodni fog, amire csak szükséged van, és meg fogja mutatni rajtad az ő dicsőségét. És ezt mondja Jézus, hogy amikor én eljövök, drágáim, akkor én szeretnélek titeket munkába találni. Szeretném, hogy azt látnám, hogy dolgoztok, hogy szolgálva vagytok, és közben ne feledkezzetek el egy nagyon fontos dologról rólam. És az utolsó blogban pedig ezt, hogy nézzük meg, Uh, volt egy, volt egy szülinapi parti, egy kisbabának az első éve szülinapja, amikor az anyuka apuka meghívta fél várost, mindenkit, hogy gyertek el, ünnepeljük a kisbabát, és jött mindenki, mindenki oszta az ezer ajándékot, minden tökéletes legyen, kerti parti, grill, minden a helyén legyen, és, uh, és eltelt pár óra, amikor egyszer valaki megkérdezte amúgy, hogy hol van a baba? És te jó, hogy hol a baba? És bent volt a baba szobában, már órák óta zokogva és sírva, és senki nem foglalkozott vele, a szülinepi partiján. És tudjátok, ez viccesen hangzik, de, de nagyon sokszor rakjuk ki Istennek azt a táblát, hogy Uram, én most, én most szolgálok, kélek ne vagy. Én most téged szolgálok. És ismerjük Márta Mária történetét, de lehet azt mondjuk Istennek, hogy, hogy én, én, annyira szívesen lennék Mária, csak küld el Mártát dolgozni, meg meg, 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 takarítani helyettem, de én, én leülnék, de nem, én most egyszer nem tehetem meg, nekem erre nincs időm. Nem tudok kiszakadni, most tudod, Isten megérthetnél, nem? De hadd beszéljek arról, amit én a saját hibámból tanultam meg. Amikor Isten elhívott, hogy tanuljak meg arabul, akkor én, én azt gondoltam, hogy akkor ez az nekem egy fontos szolgálat, hogy tanuljak meg arabul, ment ennek szépen rendje, módja minden, és a többi, és a többi. És nagyon-nagyon elkezdtem hanyagolni az Istennel való kapcsolatomat. Mert hogy csinálom, amit mondott. Ez a minimum, nem? Hogyha ezt kért, akkor csinálom, akkor most békén hagyod egy ideig és elkezdett, elkezdett, kimaradni az életemből az Istennel való személyes idő. Csak tanultam, tanultam, magoltam, magoltam, és emlékszek egyszer az egyik vizsgám előtt, még hajnaban ott tanulok, és, és úgy gondoltam, hogy, hogy Isten tökre megértetné, hogy én most nem foglalkozok vele, hát csinálom, amit mondott. Amikor megszólított, és annyit mondott, vannak ezek a mondásai Istennek, nem? Amikor életedben egy-egy olyan mondat, amit soha az életben nem felejtesz el. Annyit mond nekem, hogy Barni, Mit érsz azzal, hogy megtanultad a nyelvet, de elvesztetted az üzenetedet? És azt mondta még, hogy a nyelvtudásod hiánya soha nem volt nekem akadály, de ezzel a rideg nem tudok már mit kezdeni. És akkor padló. Meg azóta még sokszor hasonlóan, amikor az eszköz és a cél összekeveredik. Amikor kiraktam Istennek, hogy én most nem érek rá, én most téged szolgálok, és megérteni azt, hogy ami igazán számít, azt mondja Jézus ott Mártának és Máriának, hogy kevés dolog van, ami fontos. Igazából pedig csak egy. És ő a jó rész választotta. Most akkor szolgáljunk, vagy ne? Amikor a szolgálatod az Isten való kapcsolatodból inspirálódik, és oda gyökerezik, akkor a helyén vagy. Hadd mondjak el egy történetet Jézusról, kiküldi a tanítványokat kettessével. Megvan ez a történet? menjetek el, akkor most ti jöttök. Én nem tudom, mit éreztem volna. Csak most én mindig bele próbálom magam helyezni a történet, mondjuk ott mondjuk jó? És, és, eddig mi szerettük azt, hogy bármi történik. Jön egy beteg ember, mi a megoldás? Jézus meggyógyítja. Jön egy, egy vörösfejű, mérges farizeus, mi a megoldás? Jézus elintézi. Jön valaki egy ilyen lehetetlen filozófikus buta kérdéssel, Jézus elintézi. Jön egy, egy félelmetes, démonizált ember, Jézus kiűzi. És akkor azt mondja nekünk Jézus, hogy áron okay, barni, egy pár vagytok, hajrá. Menjetek, csináljátok. Adok nektek rá hatalmat, hajrá. Hát én nem tudom, hogy te mit éreztél volna. <laughs> Áron őszinte volt, Áron nagyon őszintét mondott. Szerintem mi összebeszéltünk volna, hogy menjünk el egy olyan nóném faluba, ahol soha nem ismertek minket, senki sem tudja, hogy kik vagyunk, hogy a nagyon csúnyán befürdünk, ne legyen nagy híre. Uh, én biztos nagyon-nagyon-nagyon féltem volna. És elmegyünk, és képzeld el, hogy működik a dolog. És úgy megyünk vissza Jézushoz, minden tanítvány, hogy Jézus nem hiszed el, ez tényleg működött. Engedelmeskedtek nekünk a démonok, meggyógyultak a betegek, ez óriási volt és végre valamit jól a tanítványok, erre Jézus jön, hogy na, 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 na. És lehűti őket, hogy ne ennek örüljetek. És annyiszor olvastam, és sosem értettem, hogy Jézus, legalább egy picit örülhettél volna nekik, nem? Végre nem rontották el. Végre jól csinálnak valamit. És Jézus mond nekik egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek. Annak örüljetek, hogy a nevetek be van írva a országába. Nagyon sokat gondolkodtam ezen. Aztán azóta, hogy sok éve már én is szolgálok a gyülekezetben, ezt kezdem megérteni, hogy a szolgálat kétszer nagyon veszélyes. Tudjátok, mikor? Amikor rosszul megy, meg amikor? Amikor jól. Amikor rosszul megy a szolgálat, akkor magad alatt vagy. És nem, én egy utolsó szerencsétlen vagyok, engem Isten se tud használni, hagyjuk az egészet. Amikor jól megy a szolgálat, akkor meg, hát ez, ez most na, hát erről kéne egy fotó gyorsan, hát a szent lelket nem tudjuk, akkor minket lefotózunk, hát itt valami nagyon alakul gyorsan, itt valamit kell csináljunk, és elkezdjük azt hinni, hogy ezek mi vagyunk, akiket használ Isten. Facebook, Insta, és a többi, és a többi. Azt mondja egy proféta, hogy dicsekedhet -e a fejsze azzal szemben, aki vág vele. Amikor megértem azt, hogy egy darab fejsze vagyok a Földön, ha nem fog meg a Mester, akkor ott maradok. Akkor tudok fát vágni, ha megfog. Maga tehetetlen lennék magamban. És amikor megértem, hogy a szolgálatra építeni az identitásomat, ez egy nagyon veszélyes dolog. Azt mondja Jézus, annak örüljetek, hogy a ti nevetek be van írva, menjek országába, ne a szolgálatnak. Nagyon klassz dolog a szolgálat. És pont arról beszéltünk, hogy legyünk benne. De azt mondja, hogy Jézus mélyebben kell gyökerezen az identitásod. És az a tanítvány, aki ott volt, mikor ezt mondta Jézus János, ő ezt megértette. Az egyik utolsó élő tanítvány volt azok közül, akik Jézussal együtt jártak, amikor írja a leveleit, amiről majd hallottok állnemtól holnap sokat. És tudjátok, hogy mindig hogy hivatkozott magára? A tanítvány, akit Jézus szeret. Én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret hogy elolvastad a kortás leírásokat Jánosról, akkor leírták azt, hogy annyira idős volt már, hogy nem is nagyon bírt járni, csak a fiatalok felkapták, és úgy vitték be, amikor találkoztak a gyülekezetben, és mindig már csak ennyit mondott, hogy fiacskáim, drága gyermekeim, szeressétek egymást. És így hivatkozott magára, hogy én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. Nem értettem sokáig, most mi ez Jézus, csak János szereti. Egészen addig három gyerek, oda jön hozzám az egyik, apa, most, hogy így kettesben vagyunk, <laughs> áruld el nekem, nekem elmondhatod, ki a kedvenced. <laughs> És én mondom neki, jó, de figyelj, csak neked mondom el, oké, csak neked, jó, apa, oké, megtartom. Mondom, te, meg ő, meg a másik tesód. És még ne ilyet nem mondhatsz, nem lehet több kedvenced. És apaként megértettem, hogy lehet három kedvenc gyereked. És lehetek az a tanítvány, akit Jézus szeret. És tudod, ebbe akkor erő van, amikor megérted azt, hogy ki vagyok én, én vagyok az a tanítvány, akit Jézus nagyon szeret. És van, amikor elszúrunk dolgokat. Van. Ha még nem, majd fogsz. Van, amikor jól mennek dolgok. Ha még nem, majd az is lesz. De semmi nem változtat azon, hogy én az a tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. És ebből indul a szolgálatom. Ebből indul, ebből a hálából indul a szolgálatom. Nem azért szolgálok, hogy Jézus szeressen. Azért szolgálok, mert ő szeret. Onnan indul minden. És hogy ezt megérted, akkor ez nagyon egészséges, nagyon stabil alapja lesz az életednek. És ezzel a szolgálatban sok mindent majd átéltek, és hiszem azt, hogy Isten sokatokat nagyon erőteljesen fog használni. És a következő nemzedékekben óriási nagy ébredéseket és nagy megtéréseket várunk, és hiszem azt, hogy ebbe benne lehetünk, de vég lehet az az egyszerű tanítvány, akit Jézus nagyon szeret. És hogyha ez a helyén van, akkor minden a helyére ugrik. Akkor tudod azt, hogy van a nagyisten, és vagyok én neki az a gyermeke, akit nagyon szeret. Az egyik amerikai elnököt, mikor megválasztották, oda ment hozzá a legjobb barátja, és azt mondta neki, hogy a következő hetekben nagyon sokan, nagyon sok mindent fognak rólad hazudni. Sok jót, ne hidd el. Te <laughs> megint tudjuk, hogy te ki vagy, és én szeretlek téged azért, aki vagy. És higgyétek el, ez nagyon fontos, amikor megérted azt, hogy ki vagy. És szeretném, ha most tudnál majd a csendesében egy kicsit odafigyelni arra, hogy Isten mit mond rólad. Én hiszem azt, hogy az ördög két dolgot akar tönkretenni egy emberben. Az én képét és az Isten képét. Ha ezt a kettőt elintézem, mindent elintézett. Az én képedet és az Isten képedet. És tudom, hogy Isten két dolgot akar majd gyógyítani. Az én képedet és az Isten képedet. Lerombolni minden olyan okoskodást, magaslatot, ami az ő ismeretével szemben emeltetett, hogy fogjul ejtsél minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre. És nem tudom, hogy nőttél fel, lehet úgy nőttél fel, hogy ezerszer hallottad, hogy te egy rakás szerencsétlenség vagy, soha semmire nem fogod vinni, ilyen-olyan, amolyan vagy. Az egyik lelkész, akit nagyon sokat hallgatok, és nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség volt sokszor az életemben, megosztotta azt, hogy amikor ő először prédikált életében, oda ment a gyülekezetből egy idős néni hozzá, az az idős néni, aki minden gyülekezetben megvan, az az idős néni, aki azt hiszi, hogy a kritika az egy lelki ajándék, és annyit mondott ennek az embernek, hogy Craig, én nagyon remélem, hogy fiatal ember maga tényleg ért valami máshoz, mert hogy prédikátor soha nem lesz az biztos. Képzeld el, amikor így mész haza, nem? Köszönöm. És Isten meg azt mondta, hogy Craig, én nem ezt mondtam rólad. Hogyha van you, you, version Biblia telefonodon, amit a legtöbben használunk Magyarországon, például ő találta ki. A legtöbbet letöltött keresztény applikáció a világon. Pedig valaki megmondta, hogy te soha nem leszel az Isten kezében eszköz, semmire. És lehet, hogy sokan sok mindent mondtak rólad, vagy sok mindent mondtál magadról. Néha nem is kell, hogy átkozzanak, mert magadat átkozod egész nap. De az Isten szeretné ezt majd gyógyítani. Egy óvoda mellett lakunk, és a kislányom múltkor bejött, pont mikor már leszokott a pelenkáról, és nagyon-nagyon zokogott. Úgy, ahogy csak egy kislány tud. És mondom, nagy sokára elárultam, mondom, mi a baj, Lizikém? Kiderült, hogy néhány kemény vonalas, kis csoportos, ovis gyerek átkukucskált, és ők már leszoktak a pelusról, ezért átkiáltottak, hogy mi van kis pelusos lány? És annyira összetörték a szívét, mert ő pár napja szokott le a pelusról, és nem volt minden tökéletes és bejött, és mondta, hogy ő nem megy ki többé, kész, vége mindennek. És akkor az ölembe ültettem, és tettem azt, amit egy apa tud ilyenkor csak tenni, hogy megfogtam, befogtam a két fülét, megvártam, míg a szeme végül rám néz, és azt mondta neki, Lizi, nagyon sok mindent mondanak majd még rólad. De szeretném, hogy megértenéd, hogy mit jelent az, amit apa mond rólad. És akkor a következő negyed órába az összes pozitív jelzőt, amit ki lehet keresni egy lexikomból, elmondtam neki, hogy ki -e vagy te apának. És akkor kimentünk, de még kérte egy dolgot, azt mondta, apa, mertünk úgy ki az udvar, hogy jössz velem? Ha jönnek a srácok, elmondod nekik is, hogy ki vagyok. És tudod, amikor nem, amikor nem töltesz Istennel időt, akkor ezek, ezekről maradsz le. Isten szeretné azt, hogy figyelj, ha mondjam el neked én, hogy mi az igazság hadd mondjam el neked én, hogy ki vagy te valójában. És hadd mondjam el neked, hogy ki vagyok én valójában, mondja az Isten. Ez az ő jelenléte. Nem azért csináljuk, mert muszáj. Nem azért vagy az Isten jelenlétében, hogy jobban szeressen, hanem azért, hogy gyógyítson, és hogy helyreálljál vele, hogy úgy lásd őt, amilyen ő valójában. És erre hívlak ma, hogy fogjuk most folytatni a dicsőítést. Én hiszem azt, hogy Isten ott lakozik abban, amikor az ő népe imádja őt. Ahogy dicsőségről dicsőségre vezet minket, hogy átformálódjunk az ő képére, kép mására. De hiszem azt, hogy van olyan hazugság, amit le akar ma benne rombolni. És van, amit a helyére akar tenni. Egy meggyőződést, egy igazságot. Mert Jézus azt mondja, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És aki megismeri az igazságot, az megtapasztalja ezt a szabadságot Jézusban. Én arra kérlek, hogy legyen a bátor is, hogy Isten valamiben megérintett. Akkor most is van arra lehetőség, hogy kérhet szimát, hogy valaki imádkozzon érted is. És lehet, hogy nem fog tudni más tenni, csak elmondja, mennyi édesatyádnak az ígéreteit feletted. De lehet, hogy pont azt kell most halljad. És szeretnélek arra hívni, hogy amire Isten hív téged, abban csak legyél engedelmes. Ha füvet kell nyírni, rá füvet. Hogyha valami egyszerű dolgot, a gyereket kell most nevél, akkor csináld azt de döntsd el azt, hogy Uram, amit teszek, azt a te dicsőségedre akarom tenni. Úgyhogy ebben a kisbabában megdicsőjél. És lehet, hogy nem te fogod körül utazni a világot, de lehet, hogy a fiad igen. És ő tudni fogja azt, hogy mit kapott az anyjától, vagy az apjától. Gyertek, imádkozzunk. Isten, én áldalak téged azért, mert egy olyan Isten vagy, aki, ha megismerünk, csak egyre jobban és jobban gyönyörködünk benned. Míg az ördög csak mindig megkötöz, Uram, köszönöm, hogy Te úgy kötsz minket magadhoz, hogy felszabadítasz. Annyira csodálatos, ahogy ezt teszed. Köszönöm Jézus azt, hogy itt vagy most, hogy gyógyítsál minket, az identitásunkat, a rólad alkotott képünket. Köszönöm, Atyám, hogy akarod a helyére tenni, hogy úgy lássunk téged, amilyen vagy. Köszönöm, Atyám, hogy te kijelentetted magad, hogy aki látja a fiút, az látja az atyát hogy tudhatjuk azt, hogy szent vagy, igazságos vagy, kegyelmes vagy. Köszönöm, hogy abban telik, Uram, kedved, amikor kegyelmet adhatsz. És köszönöm, hogy a pislákoló mécs, és nem oltod el, és a megrepet nácának megkegyelmezel. Köszönöm, Atyám, hogy a te kegyelmed mindig nagyobb, mint én el tudnám azt képzelni. És köszönöm, hogy helyreállításnak az Istene vagy. És nem köszönöm, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönöm, hogy adsz egy újabb esélyt, és tovább visszel, és a romokból életet hozol. Uram, itt vagyunk előtted, és kérlek Isten arra, hogy amit elkeszél a szívünkbe, azt te vidd tovább. Építsd fel, Uram, a te országodat közöttünk. Uralkodj, mert tiéd a trón Jézus. Amen.